Kinek ajánlhatjuk ezt a könyvet? Tulajdonképpen mindenkinek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül a vizualitással, a vizuális kultúrával, a vizuális neveléssel. Ajánlhatjuk gyerekeknek, középiskolásoknak, általános iskola felső tagozatosainak, a vizuális munkában résztvevő pedagógusoknak, képzőművészeti egyetemet nem végzett amatőr művészeknek. Ajánlhatjuk mindazoknak, akik a vizualitással foglalkozni szeretnének, hiszen a könyv szövegezése közérthető, mindenkihez szól, mindenkit megszólít. A könyvnek két szerzője van, Dori Éva és Szalai József. Mindketten hosszú évek óta dolgoznak már a vizuális nevelésben, és hát nem feledkezhetünk el még egy személyről, ő pedig Bálványos Huba, aki ennek a kötetnek is szellemi atya. Huba sajnos tavaly eltávozott az élők sorából, de szellemi hagyatéka az itt maradt, és az tovább él, és mindenkinek kötelessége, hogy ezt a szellemi hagyatékot ezt tovább éltesse és tovább vigye. A kiadványa a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Képzőművészeti Szabad Egyetemének programját foglalja össze. Az itt zajló 3 évre visszatekintő elméleti és gyakorlati képzési programot szerettük volna úgy közzétenni, hogy mindenki számára elérhetővé váljon, ami azt jelenti, hogy segítséget nyújthat azok számára is, akik egyedül próbálják meg elsajátítani a vizualitás alapnyelvezetét, de nagy segítség lehet alkotó közösségek számára is, hogy egy akár egész éves módszertani programot dolgozhatnak végig. A könyv akár helyettesítheti a szabad egyetemeken való részvételt? Én azt gondolom, hogy nem, mert természetesen a személyes találkozások további olyan lehetőségeket biztosítanak, amivel az önálló tanulás különböző módjait, alternatíváit is bemutatjuk, másrészt pedig a közösségi foglalkozások mindig olyan interakciót teremtenek, amivel helyére kerülhetnek azok a dolgok, amik egy magányos tanulási formában nem biztos, hogy sikeresen zárulnának. Irma, hogy kerültél ebbe a történetbe? Az interneten találtam ezt meg, és nagyon jó dolognak gondoltam, hogy hát tanulni lehet, tehát tanulni mindig kell. A lehetőségek tárháza ez, amit mi itt kaptunk, mert úgy emberséget, festészetet, tudást, színt, formát, vonalat. Tulajdonképpen a nappali képzésnek kapjuk meg az anyagát, csak vizsgáznunk nem kell, én ezt így fogalmazom meg. Én hiszem, hogy minden könyvnek küldetése van, így ennek is. Amikor az ember elkészít egy alkotást, fest egy képet, vagy rajzol egy képet, akkor az onnantól kezdve egy néma gondolat. Viszont, hogy ez a néma gondolat megszólaljon, ahhoz az kell, hogy az ember ismerje azt a szakmát, tudja azokat a kompozíciós módokat, eszközöket, tudjon bánni a színekkel, ismerje a színek jelentését, ismerje azt, hogy hogyan tudom a háromdimenziós világunkat egy tulajdonképpen síkra redukált világba bevezetni, hogyan tudom megérteni azt, ami engem körülvesz, hogyan tudom átszűrni magamon, és abból egy valami újat, egy valami csodálatos dolgot létrehozni, vagyis hogy ez a néma gondolat hogyan szól hozzánk, hogyan szólít meg minket, mennyire értjük a körülöttünk lévő műveket. Én azt gondolom, hogy ehhez ad segítséget ez a könyv.